Jó eséllyel te is érezted már azt legalább egyszer az életedben, hogy lehet, talán szükséged lenne egy pszichológusra, annak érdekében, hogy kibeszélhess neki a heti problémáidat, vagy például, hogy megvilágíthasd az ő segítségével a lelked rejtett zugait, ahol mondjuk traumáid bújnak meg, és megvilágíthasd gyakorlatilag ezzel a szorongásod fő okait, de az alábbi okok valamelyike eltántorított ettől a döntéstől. Ez túl drága. A pszichológusok drágák. Minek költsek valami olyasmire, ami aztán vagy beválik, vagy nem, aztán jót keres belőle a terapeuta, mikor itt van a sör, itt vannak a haverjaim, itt van a playstation és ezek segítségével teljes mértékben ki tudom fújni azt a gőzt, meg stresszt, ami egész héten rám rakódik. Szóval, na, ugye, hogy pénzpazarlás. Azért nem vagyok elmebeteg. Most komolyan menjek pszichológushoz egy ilyen kis probléma miatt a sok falkapargató begyógyszerezett őrült közé. Hát ennyire azért nem nagy a baj, hidd el. Meg amúgy is, mindenkinek lehet rossz hangulata 28 éven keresztül nem. Egy idegennek semmi köze nincs a magánéletemhez. Hülye leszek egy idegennek beszámolni életem legféltettebb titkairól, majd csámcsok a feleségével róla, meg majd ellenem fordítja a végén. Hát akarok én támadási felületet kreálni magamon? Hát nem. Hát ugye, hogy nem. A múlt elmúlt. Nem érdemes róla beszélni. Na elmondok neked valamit, öcsi. Csak a vesztesek kapargatnak a múltban. A győztesek csak is előre figyelnek, a céljaik felé fordítják a fejüket, ugyanis ott van a jövő, ott van a lehetőség, és ott van a siker. Én őket követem, mert nem akarok egy vesztes maradni, vagyis azzá válni. És ezer másokban utasítják vissza a pszichoterápia gondolatát nagyon sokan. A legtöbben azt gondolják, hogy ez egyfajta gyengeség jele, hogy a fájdalmaink felvállalása és a segítségkérés egyfajta gyengeség jele, és hogy mások le fogják őket nézni Miatt, és hasonlók. És az a helyzet, hogy a mai magyar közgondolkodás, illetve az érzelmi intelligenciához fűződő eléggé problematikus és szegényes viszonyunk, az nem segít ezen a problémán, hanem leginkább súlyosbítja ezt az egészet. A helyzet az, hogy ez a mód, amit egyébként az emberi félelem táplált, tehát a félelem a saját gyengeségünk felvállalásától emberi életeket tesz tönkre, testi és lelki szempontból egyaránt. Ez egy nagyon-nagyon súlyos téma, és éppen ezért arra gondoltam, hogy ebben a videóban a pszichoterápiáról szeretnék beszélni, a pszichoterápia egyes metódusairól, típusairól, valamint a általános hasznáról, amit egyébként én is megéltem az elmúlt években. Úgyhogy most erről lesz szó, remélem, hogy a videó végére azoknak is kicsikét megváltozik a véleménye erről az egészről, akik mondjuk tartózkodtak a pszichoterápia gondolatától, vagy akik egy rossz élmény miatt teljesen elutasítják maguktól ezt az egész lehetőséget. Úgyhogy kezdjünk is bele! Mint ahogy általában, kezdjük egy kis alapvetéssel. Mi a pszichoterápia? Egyszerűen kifejezve, a pszichoterapia egyfajta gyűjtő fogalma azon gyógyító célzatú tevékenységeknek, melyeknek során szakavatott emberek próbálnak meg segíteni más olyan embereknek, általában a verbális kommunikáció útján, akik képtelenek megküzdeni saját lelki problémáikkal, és képtelenek felállni abból a helyzetből, amelyben jelenleg vannak, vagy akár már sínlődnek, évek óta. A pszichoterápia tehát lelki problémák és súlyosabb esetben mentális betegségek szakszerű kezelésére szolgál, és attól függően, hogy mondjuk neked milyen problémád van, hogy a munkahelyeden van problémád, a szüleiddel van probléma, vagy akárhol máshol, és hogy mondjuk milyen súlyos a te problémád, tehát hogyha mondjuk csak napközben egyfajta szorongást okoz ez neked, vagy hogyha mondjuk már hónapok óta küzdesz pánikrohammal, ezek ugye bizonyos mélységeket jelölnek, akkor ebben az esetben másféle kezelésre és adott esetben másféle pszichológusra lesz szükséged, vagy akár pszichiáterre. Rengeteg típusú terápia létezik, ezeket lehet különböző szempontból osztályozni. Egyébként léteznek párterápiák, nyilván csoportterápiák, de azért a legtöbb esetben egyéni terápiáról van szó, aminek során a terapeuta, illetve a páciense adott esetben hétről hétre összeül, és megbeszélik azokat a pontjait, megpróbáljuk bevilágítani azokat a pontjait az a páciens életének, amit mondjuk ő nem lát be teljesen. A, a jelenlegi helyzetében viszont ettől függetlenül befolyásolja a napjait, és megnehezíti általánosságban az életét, és mondjuk újabb és újabb kudarcokba hajszolja bele, amik között nem látja az összefüggéseket. Ez a pszichoterápia egyik célja, hogy az összefüggéseket minél hatékonyabban megtalálja a pszichológus, illetve a terapeuta és a páciens közös munka során. Sokan azért utasítják vissza a pszichoterápia gondolatát, mert azt érzik, hogy az ő problémájuk nem olyan nagy, hogy azt annyira túlbonyolítsuk, hogy erről hétről hétre beszéljünk egy idegen emberrel. Csak hogy az a helyzet, hogy ezek a kis problémák, amik mondjuk ilyen alapzajként vannak jelen a mindennapjainkban, és mondjuk ugyanolyan típusú problémákat generálnak újra és újra, ami meggátol minket a fejlődésben szakmai szempontból, úgymond karrier szempontjából, inkább így mondom, érzelmi szempontból és egyéb más szempontokból, ezek éveken át tartó értelmetlen köröket okoznak az életünkben, olyan élet értelmetlen köröket, amik megsporolhatóak lennének azzal, hogyha mondjuk aktívan dolgoznánk a saját belső problémáinkon egy szakértő segítségével. Nagyon sokan akkor mennek el terápiába, és addig várnak a terápiával, amíg valami hatalmas nagy katasztrófa nem történik az életükbe, tehát mondjuk egy családtagot nem vesztenek el, amíg mondjuk nem vesztik el a munkájukat, az adott pozíciójukat, ami nagyon fontos volt nekik, vagy hasonló, vagy pedig addig várnak, hogy a saját pszichés rendellenességeik és lelki problémáik olyan nagyra nem nőnek, amíg már elviselhetetlen szintet nem ütnek meg. És az a baj, hogy nem mondom, hogy ez már túl késő, mert azt hiszem, hogy soha nem túl késő, de az biztos, hogy már. Nagyon késő. Ugyanis minél előbb érdemes ezeket elkapni, minél előbb érdemes az embernek magán dolgozni, hogy az ilyen eseteket a lehető legnagyobb mértékben el tudja kerülni. Nem beszélve arról, hogy ahogy haladunk előre az időben, a saját életünkben, egyre inkább megszilárdul a személyiségünk, és egyre kevesebb lehetőségünk lesz a változásra. Egy 18 éves e, srác, aki mondjuk elmegy terápiába, annak még sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a saját belső e, olyan automatizmusait kiszűrje és megszűrje és tudatosan kezelje, amik mondjuk folyamatosan sikertelenségbe hajszolják őt, érzelmi vagy pedig akármilyen más szempontból. Mint ha mondjuk egy 50, 60, 70 éves ember menne el terápiába, ott már nagyon nagy változások az a helyzet, hogy nem történnek. Ezért fontos szerintem a minél előbb kezdés és a terápia minél előbbi elkezdése abban az esetben, ha úgy érezzük, hogy az életünk mondjuk elakadt egy bizonyos ponton. Az időtényezőnél maradva gondoljunk csak bele, hogy jó esetben is itt van nekünk nagyjából 60-70 év addig, amíg elérkezünk a halálnak nevezett misztériumig, és bár ez a 60-70 év egy 18 éves számára eléggé soknak tűnhet, de azért egy 50 évesnek már nem annyira, hiszen ő tudja, hogy a hivatalosnak vélt felnőtté vállástól kezdve mennyire be bepörögnek az ember eseményei az élete során, és mennyire gyorsan el is telik az idő, hogyha nem figyel rá. Az emberek életük adott szakaszaiban érnek el bizonyos felismerésekhez, mint például ahhoz, hogy a konfliktuskezelési módszereik borzalmasak és többet ártanak, mint használnak, vagy mondjuk arra, hogy 25 éve szenvednek egy rossz beidegződés miatt, amit akár már akkor elkezd Hettek volna kezelni, de nem tettek, miért a félelem miatt. A lelki állapot, amit én egyszerűen csak pokolnak nevezek, akkor ér el minket, amikor nem életünk negyedén érünk el arra a felismerésre, hogy mondjuk az addigi uh, beidegződéseink és automatizmusaink nem működnek sikeresen az életünkben, és mondjuk tönkreteszik az életünket. Nem is a felénél jövünk rá erre, hanem mondjuk a három negyedek körül, vagy mondjuk az utolsó 5 százalékában az életünknek. Ekkor ugyanis minden ránk zúdul, a halálnak a gondolata, a halálnak a tudata, ami az egyik legnagyobb igazság az életben, mind ránk ezeket a felismeréseket, és akkor már ténylegesen Túl késő. Ne esetek félre, én nem akarok hatásvadász lenni, de ez tényleg egy komoly dolog, talán az egyik legfontosabb dolog az életben. Saját magunk megismerése, saját traumáink megértése és feldolgozása, amennyire csak lehet, és az előrelépés szellemi-lelki szempontból. Ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor meggátoljuk magunkat a fejlődéstől, és meggátoljuk magunkat attól, hogy az életünkből azt hozhassuk ki, amire aztán utána büszkék leszünk, és ami nekünk nagyon sokat jelent. Hogyha ez nem történik meg, azzal együtt jön a szenvedés. Mi egy nagyon gyáva és spórolós nemzedék vagyunk, és ezért nem is csoda, hogy nagyon sokan megpróbáljuk megspórolni a magunkba vetett munkát, mondjuk különböző drogokkal, éterekkel, szexel, virtualitással és egyéb más olyan függőségekkel, amik átmenetileg oldják a szorongásainkat, viszont hosszú távon nem jelentenek megoldást. Ez nem jelenti azt persze, hogy bármi probléma lenne a virtualitással, a drogokkal, a szexel vagy bármivel, ez csak azt jelenti, hogy ha ezekkel próbáljuk meg megoldani a bennünk mélyen gyökeredző problémákat, akkor csapdába csaljuk magunkat. Hogy miért? Hát azért, mert azt, amit egy jó pszichoterápia tud adni, amit egy adott esetben több évig elhúzódó pszichoterápia tud adni, egyszerűen nem tudja pótolni semmi. Azt hiszem, hogy további érve a pszichoterápia mellett, hogy a különböző lelki problémák nagyon sok esetben testi tüneteket és testi megbetegedéseket is tudnak okozni. Valószínűleg hallottatok már néhányról. A lelki problémák elhízást és magas fejlomást okozhatnak, valamint sokak szerint a rákos megbetegedések kialakulásában is nagyon-nagyon sok szerepük lehet, valamint még az alábbi testi tünetek és betegségekben is nagy szerepet játszhatnak a pszichológiai tényezők. Ennek a videónak nagyjából az volt a célja, hogy egyfajta lehetőséget teremtsen a pszichológusokkal és a pszichoterápiával kapcsolatos vélemények újra újragondolásának, hogy legalább egy olyan ember legyen a nézők között, aki ennek a videónak a hatására meghozza azt a döntést, hogy segítséget kér, mielőtt még ténylegesen túl késő lenne. Ugyanis ez fontos nekünk, ez fontos a jelenlegi világnak, ez fontos a mi életünk miatt, és ez fontos az utánunk következőknek is, ugyanis sokan nem tudják, vagy szerintem nem gondolnak bele, hogy a különböző traumáinkat, hogyha nem dolgozzuk fel, hogyha nem értjük meg, akkor bizonyos mértékben átadjuk a saját gyerekeinknek, annak során, ahogy neveljük őket, ahogyan viszonyulunk hozzájuk, és stb. Ez úgy gondolom, hogy egy hatalmas felelősség minden szülőn és minden olyan emberen, aki hamarosan szülő szeretne lenni, hogy lelkileg fel legyen rá készülve, és hogy saját belső traumáit a lehető legnagyobb mértékben oldja meg előtte. Hát nagyjából most ennyi fér bele ebbe a videóba. Írjátok le kommentben a véleményeteket a pszichoterápiával, illetve a pszichológusokkal kapcsolatban. Hogyha tudtok érni saját élményt, akkor az még jobb lenne. Én is lehet, hogy fogok majd a későbbiekben beszélni saját élményekről, illetve különböző pszichológiai témák is várhatók itt a csatornán a közeljövőben, én szerintem. Szeretnék egyébként majd különböző terápiás módszerekről is beszélni, ez is eléggé hasznos lehet, úgy gondolom, úgyhogy mindenképpen várható még pszichológiai jellegű tartalom. Hogyha hasonló tartalmakat szeretnél látni a jövőben, akkor iratkozz fel a csatornára, illetve lájkold like a videót, amennyiben tetszett. Minden jót nektek, találkozunk jövő héten, és sziasztok!